Visszajött a kiskutyánk. Na, még csak ez hiányzott. Megmondtam Tímáréknak, hogy pár napig ne engedjék az utcára. Mit akarsz ezzel a bödőddel? Mondtam, hogy ott is pájsz. Akkor is kellhet. Ha akkor is, az más. Ezt hová akarod? A hasznosakhoz. Középnyugdíjas, ócskás üzlete. Ne frocliszt engem, jó? Elviszük és kész. Csak nem hagyok veszni ilyen egészséges deszkát. Majd virágot teszek rá a folyosón. Képzeld el, ha mindenki így gondolkozik. Stelázsi raktár lesz az egész lépcsőház. Az ágyért is kár. Mindenért kár. A benzinért is kár. Jó, jó. Öreg sofér. Neked még a nyugdíjba is a benzinen jár az eszed. Hello, itt vagyunk. Jó, hogy jössz. Vidd vissza a kutyát megszökött Timáréktól. Nem vihetnénk magunkkal, ha már úgyis visszajött? Nem visszük. Nem zárjuk be a kutyát az emeleten. Nem csinálunk kutyaólat egy gyönyörű, összkomfortos lakásunkból. Érted, ugye? Hát persze, hogy érti. Mindent hagyjak itt a kutyát, meg vigyük. Hát nem. Nem fogok kutyát sétáltatni, mint finom, nyugdíjas úriasszony. Majd én sétáltatom. Én is elsétálgathatok vele. De össze vagytok stimmelve. A kisunoka, meg a jóságos nagypapa. Ti mondtátok, hogy ez más világ, modern világ, meg összkomfort. Hát az lesz. Kutya meg nem. Vidd vissza a kutyát. Ez legyen most a te dolgod. Év. Nagy idő. 6 éves voltam. Itt épül az M0-ás. Épülhetett volna máshol is.